Elsőként megadom a szót Szakács László képviselő úrnak, MSZP képviselőcsoport. Parancsoljon! Képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr! Ami miatt szót kértem, az a módosító javaslatunk, amelyiket benyújtottunk, ami a Magyar Modellező Szövetség által támogatott és általuk előkészített olyan szakmai javaslat volt, amit valójában érdemben sem a Gazdasági Bizottságon, sem pedig a Törvényalkotási Bizottságon nem tárgyalt a bizottság. Valójában, amit tudunk a benyújtott javaslatról, az a kormány képviselőjének a nyilatkozata, nem meglepő módon, ami egyébként ilyenkor szokott lenni, hogy a kormány nem támogatja, de hát további indokokat nem látunk arra, hogy miért mondja ezt, hogy nem támogatja azt az előterjesztést, ami ugyancsak megőrizte volna egyébként az európai jogharmonizációs kötelezettséget is, de emellett az eléggé népes tábornak teret adó és helyet adó magyar modellező, repülőmodellező szövetségnek is figyelembe vette volna a javaslatait, így viszont nagyjából egészében ellehetetleníti azokat. Úgyhogy kérem, amennyiben még lehetséges, vagy amennyiben a jövőben erre lehetőség nyílik, akkor vegyék figyelembe a szövetségnek a javaslatait, és így az általunk benyújtott módosító javaslatot is vezessék át ezen a jogszabályon, és mindenki folytathassa természetesen a jogharmonizációs kötelezettségeknek eleget téve is azt a fajta hobbi tevékenységet, amelyet szeretne, és kérem, hogy ne lehetetlenítsék el. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!